csecsemő gondozását lehet szimulálni, tehát be lehet állítani azt, hogy bizonyos időnként sírjon, és akkor meg kell tapasztalnia az őt ellátó személynek, hogy mi a probléma, hogy éhes, vagy a pelenkáját kell cserélni, esetleg ringatásra vágyik, illetve szoptatást is lehet szimulálni. És egy program rögzíti azt, hogy ami alatt ellátja őt az adott személy, jelen esetben általában hallgatóknak szoktuk kiadni, akkor ő hogyan gondoskodott róla, rögzíti a hőmérsékletet. Valósághű csecsemő ebben a Skill, vagyis készségfejlesztő laborban Nyíregyházán. A Debreceni Egyetem egészségtudományi karán ilyen speciális eszközökön gyakorolhatják be a hallgatók a különböző beavatkozásokat. Ebben az intézményben évek óta van szimulációs oktatás, 2022-től azonban már a tanmenetekben kötelezően is szerepelnek ezek az órák. Itt három jól felszerelt skill labor segíti az ápoló, a szülésznő, a mentőtiszt és a védőnő képzéseket. A szimulációs oktatásban rejlő lehetőségekről szakemberek részvételével szerveztek konferenciát az intézményben. Idén a második alkalommal rendeztük meg a szimulációs konferenciát itt Nyíregyházán, az egészségtudományi karon. A tavalyi évből tanulva most egy picit több workshop résszel egészítettük ki, több gyakorlati rész lesz benne, és idén a Jós András Oktató Kórházzal közösen szerveztük a konferenciát, így lesz lehetőség a kórházi skill labor látogatására is. Magának a konferenciának a célja, hogy megismerjük azokat a képzőhelyeket, azokat az intézményeket, ahol szimulációs oktatás folyik, egy kicsit fejlődjünk, tanuljunk mi is, illetve az újdonságokat megismerjük, merre felé mutat a szimulációs oktatásnak a jövője, és mit lehet még a szimulációs oktatáson belül tovább fejleszteni. A konferencián a Vármegyei Kórházak főigazgatója elmondta, egy tavaly zárult országos programnak köszönhetően az egyetemi centrumok mellett 16 vármegyei intézményben, így Nyíregyházán is kialakítottak egy jól felszerelt skill labort. Szerinte az elmúlt egy év tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyakorlati készségfejlesztés célzó laborok kórházi környezetben is elengedhetetlenek. Most, hogy már kialakult a laboratórium, a következő nagy feladat volt megtalálni a helyét a mindennapokban. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A világban már jó néhány éve azért ez nagyon jól működik, és nagyon örülök, hogy Magyarországon is a mindennapi életünk részévé vált, hiszen maga ezek a skill laboratóriumi lehetőségek, mint egy hidat képeznek a betegellátás, a beteggel történő ellátás, beavatkozások és az elméleti tudás között. Mert ma az eszközpark már annyira modern, hogy szinte valós, élethű körülmények között tudnak gyakorolni ápolóink, orvosaink. Akár egy műtéti technikát tudnak finomítani, akár egy diagnosztikus vizsgálatot, legyen ez egy tüdőtükrözés, egy szívultrahangvizsgálat. Ezekkel a gépekkel, ezekkel a programokkal tudják ezeket a folyamatokat gyakorolni, hogy amikor már a betegekkel direkt találkoznak, vagy ott végzik, már ne csak elméleti tudással rendelkezzenek, hanem így a skill laborokban megszerzett manuális jellegű tudással is. Ez növeli a betegbiztonságot mindenképpen. A konferenciát követően workshop keretében mutatták be gyakorlati tapasztalataikat a szakemberek. Be tudjuk helyezni bele a magzatot, a lepényt azt berakjuk ebbe, és akkor elindítjuk, és úgy tudjuk szimulálni a szülést.